tegnap este megérkeztem Parry Soundba, tehát Owen Soundból Parry Soundba, és itt jöttünk ki a haverral ebbe a helységbe itten, az erdőbe, és kidőlt, akkora fák ki vannak dőlve, ő szerint állítólag belecsapott a villám, és utána a nagy viharba kidőlt például ez is. Hatalmas egy fa. Talán ma délután vágjuk össze. De van több is. Ott is egy. Meg ott is egy, az is jó nagy. Elindulok barangolni egy kicsit, és körbenézek erre felé az erdőnek. Van, hogy mi? Mihez?
Politika paradise itt, érted? Ja. Ez a hely. Van hűvös is, van nap is, rengeteg a szúnyog. Én meg úgy vagyok vele, hogy nem szeretek olyan filmet csinálni, vagy képet is, hogy várni kell rá. Tudod? Ja. Most képzeld, ezek akik a természetet fotózzák meg, mennyi időt eltöltenek rá, hogy egy jó kép legyen, vagy egy jó film legyen. Mi? Ja. Rengeteg idő, te. Én szeretem az akciót, amikor egyből valami történik, és azt, amikor sikerül felvenni, úgy, ahogy történt. Négy van. Kettő itt, kettő ott. Ott is van egy. Ja. Egy, öt. És most jön a hatodik. Hol? Mondom, most ugrott ott a közöve bele, ott a vízbe, most fog kijönni. Van olyan este, hogy ide kiülök, érted, figyelem őket. Itt a part színútig van békák. Olyan helyen lakik, mint te itten, csak még vadasabb. Ja. És szeret oda is járni. Mit akarok mondani? Kapott a srác, a lánynak a fia egy jó darab földet az ottani farmertól. És hát mit mondjak, próbálják, mint egy farm próbálják úgy kezelni, tudod? Nem tudom, miket raktak bele, burgonyától kezdve van mindenük. Ja. Tudod, próbálják ők is ottan meg, próbálják meg csinálni azt, hogy tudod megtermelni a saját kajájukat. Ja, ja. Hát itt egy kis motorgát sikerült fölvegyek, de annyi. Várjál. Hát nem tudom. De mikor beindulnak.